Egy mini integrációt valósítottak meg önök itt az üzlettársával Toponáron. Hogy indult ez? Egy vadászat alkalmával találkoztunk, és vadkarbecslésen, és ott határoztuk el, hogy ketten összefogunk, és próbálunk nagyobbak lenni, hogy jobban tudjunk értékesíteni, jobban tudjunk vásárolni, növeljük a gazdaságot közösen. Mi az, amiben végül is összefognak? Külön cégeink vannak a növénytermesztésre, a tárolásra és a szárításra alakítottunk közösen egy céget, bérlünk itt egy szárítót, és a cég 50-50 szájba tulajdonunk, és szolgáltatunk saját cégeinknek. Hogy működik ez a kis integráció? Egyelőre nagyon jól működik, nagyon jól megértjük egymást, egyre több gazda érkezik hozzánk, akiknek szintén tudunk szolgáltatni, együtt tudunk vásárolni és együtt tudunk értékesíteni. Beszélgettünk itt az imént arról, hogy a hosszú távú barátság alapja a maximális elszámolás. Ez pontosan így van, mindegyünknek az utolsó kilóig kiszámlázunk mindent rendes szolgáltatási áron, és így nincsen semmiféle probléma kettőnk között. Ellenőrizzük egymást folyamatosan, és tökéletesen működik. Önnek mekkora a gazdasága? Hát nekünk 700 hektár a ami saját munkahasználó, meg 400 hektáron integrálunk teljes szántóföldi növénytermesztést. Kukoricát, napraforgót, repcét, búzát, őszi árpát. Körbenézve itt az udvaron nagyon szép gépállománnyal rendelkeznek. Ezek szerint komolyan odafigyelnek, hogy milyen gépet vesznek. Igen, próbálunk a precíziós gazdálkodás felé mozdulni. Minden évben fejlesztünk ez irányba, és a prémium munkagépeket próbálunk vásárolni, amik fontosabbnak tartunk, mint a prémium traktorokat, a munkagépek legyenek a legjobbak. A növénytermesztésben milyen technológiát alkalmaz? Szánt vagy nem szánt? Próbálunk áttérni a mulcsos gazdálkodásra. Az ősziek alá már csak mulcsba vetünk, tehát repcét, búzát, árpát. A kukorica területnek felét vetjük mulcsba, minden évben zöldrágy után kísérletben, felét szántásban, napraforgó alá viszont szántunk, már ugye a gyomírtás miatt ott teljesen tiszta talajt kell hagyni magunk előtt. Jelentős beruházásokat hajtottak végre az utóbbi időszakban. Mennyire vették igénybe a banki szolgáltatásokat? Hiszen tudjuk, hogy ugye a bankok egyre jobban bombázzák a termelőket az ajánlataikkal. Hogy ilyen rohamos léptelve tudjunk fejlődni, nagyon sok banki szolgáltatást igénybe veszünk, forgóeszközhiteleket folyamatosan, meg gépleasingeket, gépvásárláshoz a szigetvári takarékkal nagyon jó kapcsolatunk van, folyamatosan finanszíroznak bennünket minden akcióval, és mindennel segítenek bennünket.